Szeretettel köszöntelek, kettes csoport, remélem jól vagytok. Vasárnap este van, most csak egy 5-10 perces gyertyás videót hoztam, hogy mit üzen nektek a spirit, a gyertya hetekben, napokba, egy hónapra előre. Nézzük is. Lazuljatok el, ne gondoljatok semmire. Azt érzem, hogy sok dolog megy most az életedben, és azt érzem, egy páratok nem túl boldog, vagy pedig az emberek körülötted, akik vannak, negatív energiájuk van, negatív energiát hordoznak. Azt érzem, az érzéseid szerte szét vannak. Jó pár ember körülötted negatív, nincsenek egy fokon veled, egy húron. Azt érzem, te nem akarsz körülöttük lenni, és nem akarsz hallgatni rájuk. Lehet valamit el szeretnél érni, de ezek az emberek nem segítik, hogy elérd, hanem inkább hátráltatnak téged. Ezek az emberek nem adnak segítséget, hogy ne csinálj azt, amit akarsz. Lehet lebeszélnek, hogy ne csináld, ez a valami nem neked való. De azt érzem, hogy vagy te olyan okos, és tudod, hogy ki a jó ember körülötted, és ki aki nem. Azt érzem, egy páran keményen dolgoztok, és jó fizetésetek van. Vagy legalábbis, lehet, hogy fizetésemelést kaptok, és lehet egy páratoknak nem tudjátok, hogy honnan szerezzetek pénzt, mert pénzproblémátok van, de azt érzem, bárhonnan, valahonnan mégis pénz fog jönni nektek, vagy valaki segíteni fog nektek, egy magas valaki, aki magasabb, mint ti, és ez a valaki segíteni akar neked, vagy információval valami által, vagy pénzzel, mert ez a valaki megteheti, van neki pénze. Segít, hogy az életed jobb legyen. Például, ha pénz kell, hogy tanulják, akkor pénzt ad, vagy ha üzletet szeretné, abba is segíteni fog neked, van pénze. Egy páran jövő hónapban elmentek valami klinikára, ami doktor irodába, de nem egy sima ilyen GP-hez, ilyen magán, ilyen otthoni orvoshoz, hanem lehet egy nagyobb helyre. És valakivel ott találkoztok, akivel egy húron lesztek, és úgy mondom, hogy szinte egy páran szerelembe estek vele. Lehet, hogy furcsa, hogy pont egy klinikán, de lehet, hogy időpontot fogsz kérni, vagy már van időpontod. Lehet, a recepción dolgozik valaki, vagy pedig nem tudom, csak ott ő is megy oda az orvoshoz, a klinikára. És ott megismeritek egymást, és lehet, hogy első látásra szerelem lesz, és örülni fogsz neki. Tetszeni fog neked ez a valaki. Egy szemét is látok nagy szemekkel, azt hiszem lehet, hogy nő, de nem 100%-ig. Valamit fog a kezében, és hoz neked valamit, vagy valamit ajánl neked, valamit, hogy lépjél bele, be valahová, vagy vegyél tőle valamit. Sokat fog beszélni, mert meg akar nyerni magának, de csak az idejét vesztegeti, azt érzem. De lehet, hogy csak egy szomszéd sok-sokat fog kérdezni tőled magánéletben, és sokat fog beszélni. Halakat is látok, olyan, mint egy akvárium, de aztán lehet, hogy a halak nem tudnak beszélni, ezért lehet, hogy szemét látok, kettő szemét látok, aki nem akarja elmondani az érzéseit egymásnak, te is valaki. Szeretitek egymást, és mégsem beszéltek róla, nincs rá készen, hogy elmondja az érzéseit, vannak érzései ugyanúgy, mint neked. Látni fogjátok egymást, vagy legalábbis beszélni, de egyikőtök sem beszél arról, hogy mi az igazság az érzéseitekkel. Lehet, egy kicsit mérges leszel, mert akarnád hallani, hogy mit érez irántad. De tudnod kell, hogy ő még nem áll rá készen. Kell neki időt adjál. Azt érzem, hogy jövő hónapban nagyon sok beszélgetés lesz, és információ jön feléd, lehet, hogy új tanulási lehetőség, párotoknak új üzlet lesz, és lehet, hogy sokat kell utána nézzél a dolgoknak, vagy pedig emberektől kell információ, hogy hogyan csináld ezt az üzletet, vagy hogyan tanulj. Fogsz találkozni olyan emberekkel, akik ugyanúgy ezt az üzlet akarják, vagy pedig csak tanulni akarnak, mint te, és ezekkel fogsz beszélni, akik segítik az életedet, és adnak sok-sok információt. Tehát
segítik azt, hogy amit akarsz, meglegyen. Egy páratok azt érzem, hogy szomorú, de azt kell mondjam, hogy te csinálod magadnak. Ideje kigyere ebbe a szomorúságból, és nem másra figyelj, hanem magadra, mert mennyi ideig akarsz lenni szomorú, tessék gyógyítani magadat, tessék kimenni a parkba, vagy csak ülj le egy újsággal, vagy egy kávéval, valakivel is beszélgess, mert ha nem, akkor ez rosszabb lesz, és depresszióba eshetsz. Ne tegyed ezt, azt mondja a Spirit. Segíts magadon, hisz tudod, hogy csak te segíthetsz magadon. Egy párotok azt érzem, el akar valamit érni, de nem tudjátok, hogy hogyan tegyétek ezt a valamit, hogy megvalósítsátok. Valami van a fejedben, de nem tudod, hogy hogyan teremts meg. A megoldás előtted van, azt mondja a Spirit, de csak te körbe-körbe jársz, és túl-túl gondolod a dolgokat, és nem veszed észre, hogy ott van az órod előtt, csak ki kéne nyújtsad a kezedet, csak egy kicsit nem kéne annyira szorítani, nem kéne annyit görcsösködjél rajta, és akkor nem sokára megkaphatnád ezt a dolgot, hogy elérd a célodat. Túlon túl fogod. És amit nagyon fogunk, azt nem kaphatjuk meg, ezért az életed csak körbe-körbe jár, holott a szemed előtt van a megoldás, nem kell körbe-körbe menj, csak előtted, és nagyon egyszerű a megoldás, mondja a Spirit. A válasz nagyon egyszerű, egyszerűbb, mint gondolnád. Egy páron azt látom, hogy csoki tesztek, tehát ki nem szereti a csokit. Aztán még mit látok? Azt érzem, hogy el akartok élni dolgokat, és el is fogod érni a dolgokat. Bármi az, meg fog valósulni, bármit szeretnél, ahogy kicsit lazább leszel, és ahogy jobban szereted magadat, és pozitív leszel, és sokat nevetsz, akkor Isten meg fogja neked adni azt, amit szeretné. Bármi az. Csak egyenesen kell haladjál. Azt érzem, egy páratok lehet, hogy utazni fog, még lehet, hogy amíg egy-két helyen meleg van, és szeretnétek egy kicsit még ellazulni, mielőtt bemegyünk ebbe a hideg télbe, meg az őszbe, és egy páratok utazni fog, ahol jól fogjátok érezni magatokat. Azt érzem, hogy nektek is nagyon pozitívan fog változni jövő hónapban az életetek, csak egy kicsit jobban kell hozzáálljatok, hisz a sok rossz után most már azt érzem, hogy sok jó fog jönni, mindenki el fogja nyerni azt, amit szeretne, aki tanulni, aki üzletelni, vagy aki szerelmet, jövő hónapban nagyon sok változás lesz az életetekben, és fogjátok majd nekem mondani, hogy valami siker fog titeket érni, de ehhez nektek is kell adni annyit, hogy reméljetek, és legyetek pozitívak. Mindenben lássátok meg a csodát, mert a csodák vannak, ezt én magam is mondhatom, és amikor nem várod a csodát, akkor fog bejönni. Sokaknak visszajön valaki az életébe a múltból, és ki fogtok békülni karácsonyig. Úgyhogy sokak, mint most mondtam, most ismerkedtek meg, lehet egy klinikán, vagy egy étterembe, vagy csak az utcán. Úgyhogy mindenkinek pici-pici változás fog jönni. Úgyhogy ne aggódjatok, legyetek türelmesek, mert mit tudunk más tenni, és mindig várjátok a legjobbat, és mindenből hozzátok ki a legjobbat. Ennyi lett volna a második csoportnak a jóslásom. Köszönöm szépen. Mind a két csoportnak köszönöm, hogy itt voltatok. Remélem, egy picit tudtam nektek reményt adni. És nem sokára jövök majd új videóval. Sziasztok, legyen szép napotok. Köszönöm.